A mezőny első felét célozta meg a szezon kezdetén a Nyírbátori FC, és ezt a tervet maradéktalanul teljesítette is az Ambrusz Árpád által irányított együttes. A bajnokság első felében 20 pontot gyűjtött a Bátor, tavasszal pedig 17 pont került a csapat neve mellé. A téli szünetben távozott a házi gólkirály, az ősszel 15 találatig jutó Hornyák Marcell, akinek pótlását házon belül igyekeztek megoldani. Végül 50%-hoz közeli mérleggel, 10 győzelemmel, 7 döntettennel és 11 vereséggel a 7. helyen zárta a bajnokságot a Nyírbátor. Ha azt nézzük, hogy az utóbbi 5 év legjobb szereplése, akkor maradéktalanul elégedettek lehetünk, és még továbbra azt is nézzük, hogy télen elengedtük az NB3 legjobb játékosát, Hornyák Marcellt, tudtuk, hogy utána nélküle nehezebb lesz. Ha ő maradt volna, akkor gondolom, hogy dobogó közeli helyen végeztünk volna, de ez nekünk ugyanolyan öröm, hogy tudtunk feladni egy játékost az NB2-be, és még ráadásul az elmúlt 5 év legjobb eredményét értük el az NB3-ba. A keleti csoportban a Monor szerezte meg a bajnoki címet, amellyel feljutott az NB2-be. A Salgótarján már korábban visszalépett, mellette a Tája és a Deasz búcsúzott az NB3-tól. A klubelnök szerint kiegyenlített volt a csoport mezőnye. Én azt gondolom, hogy összességében nem volt túl erős, de ha azt nézzük, hogy az 5. hely és a 13. hely között azt hiszem 5 pont különbség volt, tehát inkább szorosnak mondható. Nagyon az utolsó fordulóba dőlt el, hogy kik fognak kiesni, és a 3 héttel az kieső helyen álló csapatnak még akár volt az 5. hely megszerzésére is lehetőség, tehát inkább azt mondom, hogy kiegyenlített volt. A nyírbátori csapat július elején kezdi el a felkészülés, mégpedig új edzővel, mivel a korábbi tréner Ambrusz Árpád csatlakozik a Nyíregyháza Spartakusz szakmai stábjához. Baracsi Balázs elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan fiatal szakemberre szeretnék bízni a csapatot, amelynek játékos kerete a felkészülés kezdetére alakul majd ki.